Valóság vagy életoperetnek is nevezhető a Rigó Jancsi, vagyis a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatója. A cím szereplő világhírű cigányprímás Török Tamás alakítja. Zseniális zenész volt, és a zseniknek azért a személyiségében elég sokféle, sokrétű szélsőségek megmutatkoznak, és ő is ilyen ember volt, egy végtelenül szenvedélyes ember volt, akiben volt egy nagy adag nagyra vágyás. A szegény családba született Rigó Jancsi zenekarával próbál szerencsét a nagyvilágban. Az operetben megjelennek a szokványos karakterek, mint például a primadonna, a táncos komikus vagy a szubrett. Emellett a történetet végigkíséri a humor, és megjelenik a mindent felülíró igaz szerelem is. Az előadást Moravec Levente rendezte, aki már korábban a 90-es évek végén is színpadra dolgozta a darabot. Az operettet én egy ízig-vérig magyar műfajnak tekintem. Igaz, hogy a franciák találták ki még az őskorban magát a műfajt, de abban a magasságban, amiben ebben a pillanatban tartózkodik, külföldön és hazánkban egyaránt, azt a hazánk fiai értékel, Kálmán Imre, Lehár, Jakobi. Tehát ők voltak azok, akik olyan szintre tudták emelni ezt a műfajt, amitől a mai napig életképes, akárki akármit mond. Az előadásban olyan dallamok csendülnek fel, mint a Budapest, Budapeste csodás, vagy a Van-e szerelmesebb vallomás.